Március 5-e és 6-a fontos határidő a 2018-as országgyűlési képviselőválasztás programjában a jelölteknek és a jelölő szervezeteknek. Március 5-éig kellett leadni az ajánlóíveket, amelyekkel a pártok bejelentették az országgyűlési képviselőjelölteket. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása volt szükséges. Az április 8-ai szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A jelöltek sorrendjének sorsolását az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság végezte el március 5-én 16 óra után. A bejelentett listák sorrendjének sorsolását a Nemzeti Választási Bizottság végezte el kedden 16 óra után. Azok a pártok kerültek fel a listára, amelyek legalább 9 megyében, illetve Budapesten legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet állítottak, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok is szerepelnek a listán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a 6 választókerületében sikeresen állított jelöltet a Fidesz-KDNP és a Jobbik. A 6. számú választókerület kivételével az Összefogás Párt is sikeresen állított jelölteket. Az 1-es számú választókerületben közel 76 000-en szavazhatnak majd. Itt már bekerült a nyilvántartásba Szabó Tünde, Csabai Lászlóné és Lengyel Máté, de itt indult Gödény György, Balog Artúr és Szepesi Zsolt László is. Rajtuk kívül pedig még 24 jelölt van bejelentve. Vinnai Győző, Fülöp Erik és még 11 jelölt már nyilvántartásban, további 17 pedig bejelentve van a 2. számú választókerületben, ahol több mint 73 000 választópolgár él. Itt nem indított jelöltet az MSZP párbeszéd. Ahogy a 3. számú választókerületben sem. Kisvárdaszékhelyen 81 000 választópolgár vehet majd részt a választáson. Seszták Miklóst és Gyüre Csabát és további 18 jelöltet már nyilvántartásba vettek, valamint további 10 van bejelentve. Vásáros növényvonzás körzetében 78 000 választópolgár jogosult szavazásra. Ők Tilki Attilára, Adorján Bélára, Bihari Miklósra és további 14 jelöltre már biztosan voksolhatnak a 4. számú választókerületben, de be van jelentve Balogh Tiborné, Dobossy Gábor Krisztián, Lőrinc Zoltán és Pálvölgyi Ferenc is. Az 5. számú választókerületben Máté Szalka székhelyen rekordszámú párt indult. 21 jelölt van bejelentve, Kovács Sándor, Apáti István és további 8 pedig nyilvántartásba van véve. Rájuk 76 000-en voksolhatnak. A 6. számú választókerület lett a legkisebb az indulók szempontjából. Nyírbátor és vonzás körzete 8 jelöltet már nyilvántartásba állított, köztük Simon Miklóst, Kéz Gézát és Veres Jánost. Rajtuk kívül mindössze 4-en vannak bejelentve. Az összesen 12 jelöltre több, mint 74 000 választópolgár szavazhat majd. Magyarországon 106 egyéni választókerület van, ezekben 105 párt indult, amelyek közül mindössze 5 nyilvántartásba vétele lett visszautasítva. Április 8-án összesen 199 képviselőt választ majd Magyarország.